Sziasztok, üdvözletem minden, megint az Alföldről, 105-ös vasútvonal ismét, és egy elég érdekes állomástól jelentkezek most nektek, kis Szénás. Látjátok, most vagyok itt az utcafronti részen, és itt is megkapott egy új vasútállomás feliratot. Mi érdekessége ennek az állomásnak, hogy gyakorlatilag tényleg a semmi közepén van. Elnéztek erre, sehol semmi, és egyébként betonút se vezet ide, csak a földút. Viszont annyival jobb a helyzet, mint korábban, hogy látjátok, ezen az úton tudtam én is bejönni, de most már be lehet itt sokáig személyautóval, be se lehetett jönni. Ez azóta változott, mióta megépítették az M44-es autópályát, mert akkor még a Kondorosi vonalon csináltak egy nyíltvonali kirakót, ahol rendbe tették annyira az egyik főrutat, hogy a teherautókkal be tudjanak jönni, hogy a köveket elvigyék. Meg amikor az autópálya épült, akkor a földútnál csináltak felüljárót az autópálya fölött, és valamennyire ott is rendbe tették, de hát nem valami jó az út, de legalább be lehet jönni. Tehát azért még, hogyha lassan is, de meg óvatosan, de be lehet itt jönni autóval. Ennyi változott, és közben megnézzük a vasútállomás, még ez elágazó állomás, itt ágazik el. Az ország leghasználatlanabb a vasútvonala, ma is hát már csak volt a kis Szénás Kondoros. Ugye ez a már 106-os vonala, és az arra volt nevezetes, hogy igazából személyforgalom, sose volt rajta erős. Tehát már korábban is, amikor még aktívan használták, a teherforgalom volt rajta jelentős. Egészen 2003-ig, amikor rendeletileg betiltották ott a teherforgalmat. És utána az a napi 3 pár személyi szállító, ami maradt, az hát gyakorlatilag szinte teljesen kihasználatlan volt, tehát a legtöbb vonaton egyáltalán nem volt utas, vagy csak egy-kettő. Nagyon kevesen használták. És egyáltalán itt van az állambekötő, és hát itt volt régen a villanyóra, azt nézzétek, de azt leszerelték. Viszont én úgy tudom, hogy van szolgálat. Mindig, tehát és ráadásul mind a két oldalt van váltókezelő helyben. Ugye a keresztek már itt nincsenek, és ugye a Kondorosi vonalat se kell már kezelni. Hát egy komfortnövelés, az ennyi volt, hogy épült ide egy budi. Mondjál, szétnézzünk, meg ugye megnézem a vágányon feleli oldalt, és egyébként itt régen tehervonatok is kereszteztek, plusz ugye volt, amikor személyforgalmi kereszt is volt, tehát a utasokat szállító vonatok is itt kereszteztek. Illetve 2017-ben, amikor épült az autópálya, akkor rendszeresen itt olatkadtak a tehervonatok, mert a Kondorosi vonalra 33-as szervenyék tudtak bemenni, és ott volt a nyíltvonali kirakó, és a köveket ott pakolták ki, viszont ide tolatva ment be. Úgy látom, változott a helyzet, mert nincs szolgálat. Itt régebben ugye itt volt a forgalmi iroda, és még néhány évvel ezelőtt is volt itt szolgálat, hát most úgy látszik már nincs. És ez volt a váróterem, és ilyen nyitva volt, és ugye használták. Hát úgy látszik, itt is változás volt. Sőt, még 2008-ban, még emlékszem, először itt jártam, még menetjegy kiadás is volt. Bár csak korlátozott menetjegy kiadás volt, de hát az azt jelenti, hogy csak Szarvasig, illetve csak orvosházai tudtak jegyet kiadni. Aki messzebb akart utazni, az a kalauznál kellett, hogy kiegészítse. Természetesen díjmentes volt. És a túloldalt van egy váltóállító torony. És egy szolgálati lakás, de ez már 4 évvel ezelőtt is lakatlan volt. Illetve a váltókezelői szolgálat is már csak az egyik toronyban volt, tehát egy váltókezelő volt, aki biciklivel járkált ide-oda a két torony között. Tehát nem igényelte már a forgalom azt, hogy mind a két toronyban állandó szolgálat legyen. És hát ugye 3 vágány, hogy látok, ami aktív, és van egy csonkavágány, amit egyébként használtak, és úgy tudom, hogy amikor itt még a magánvasúti tehervonatok toladgattak. És látjátok, itt vagyunk a váltóállító toronynál. Gyakorlatilag ugyanúgy van, ahogy hagyták. Szolgálat már nincsen. Bár szerintem időszakosan van. Mert annyi azért történt, hogy a nyílászárót kicserélték modernebbre. Az ajtót legalábbis. Hát látjátok, hogy vonóvezetékes váltóállítás van. Illetve innen ja, nem a jelzőt nem innen kezelik, hanem az állomáson. És hát arrafele van Csaba csűd. Ezt pedig mondtam, egy szolgálati lakás, de ez már régóta lakatlan. Egyébként az egész tanyavilágban körülbelül, hogyha 20-an lakhatnak. És azért érdekes ez az állomás, mert ezt nem lehet busszal pótolni. Tavaly, mikor volt a járványügyi menetrend, a 105-ös vonalon, és napi 2 pár vonat járt csak végig. Sőt, amikor az autópályát építették 2017-ben, akkor éveken keresztül ugye vágányzár volt a nagy mennyiségű kőszállítás miatt.
és végig vonatpótló buszok jártak, de kis szénást vonatpótló buszok nem érintették, mivel ide busszal lehetetlenségbe jönni. Kis Csákóda is, ami a következő ilyen megállóhely. Oda is csak ilyen rossz földutakon lehet bemenni. Szóval a kis Csákó helyzet az annyival volt jobb, hogy ugyan a vonatpótló buszok nem tértek be, viszont volt egy külön járat, egy mikrobusszal, úgy tudom, ami bekötő úttól bement a megállóhelyig, mert ott a tényleges lakóházak ott vannak. Viszont kis szénás, a személyi autóval nem lehetett bejönni igazából ide, csak traktorra. Ezért nem pótolták, és tavaly a járvány gyémelet rendben se pótolták. Szóval és sokáig, amikor pótlóbuszozás volt, akkor ezt úgy tudták megoldani, hogyha a forgalmi sávja a váltókezelő ugye autóval jött be, akkor ő vitte ki az utast a saját civil autójával, Csaba Csűdik, és ott tudott buszra szállni. Viszont ugye itt nem nagyon van utas, mert a környéken talán, hogyha 20-an hogyha lakhatnak. Hát a kondorosi vonalnál is ez volt a sokáig a megszüntetéskor a probléma, hogyha nem Bézél jár, akkor semmi nem járhat, mert kondoros felfele meg pláne nincsen út. Illetve az is szóba került, hogy az itt élők, ha megszűnik a vasút, akkor mivel tudnak utazni. Mert akkoriban halállistás volt a teljes 105-ös vonal, igazából Mezőtúrtól Mezőhegyesig voltak ilyen tervezetek is. És hát ugye vége az lett, hogy 2009-ben a kondorosi vonal megszűnt, a 105-ös megmaradt, tehát így nem maradt ellátatlanul úgymond kis szénás. Mert ugye két irányba lehet továbbra is utazni. Csak kondoros fele már nem, illetve csak már csak kerülővel. Ezt nézzétek, van itt még egy épület, de ez csak valami tároló, és ennyi. Nincs semmi érdekes. Viszont itt van az egykori rakodóvágány és a rakodó, meg az áruraktár. Itt megmaradt. És látjátok, még nyitva is van az áruraktár. Benézek, hát van benne valami érdekes. Hát nincs. És ott a háttérben már látszik, hogy valágazik el a kondorosi vonal. És nyilván a másik oldalt is van egy váltókezelő hely, de hát addig ki fogok menni megnézni. Még egy kis érdekessége a kondorosi vonalról, hogy az... Ja, már említettem, hogy nem sok utas volt, sőt volt, amikor teljesen üresen ment a Bézé. Rendszeres utasból is kevés, viszont néhány évvel ezelőtt, mikor kondoroson voltam, hát egy szülinapi ünnepség keretében azt hiszem, de találkoztam egy volt középiskolás osztálytársammal, aki ugye akkoriban kondorosról, ugye mert Budapesten tanult, vasárnapokként rendszeresen járt föl, és ő mondta, hogy a vonattal ment mindig, mert pont a 15 órási egyik, az utolsó járatpár, ami ment, az pont neki megfelelő volt. És ugye volt közvetlen busz Budapestre, gondolostól, ugye, tehát szerintem most is van. De azt mondta, nem szerettem, mert a buszon mindig sokan voltak, meg alig lehetett elférni. Vonaton meg nem volt senki. Szinte, hát ugye gondolosin általában nem volt, hát szinte mindig egyet utazott. Meg a Mezőtúrin sem voltak sokan, de legalábbis jobban el lehetett férni. És akkor rendszeresen ment, úgyhogy azonnal is csatlakozás volt, beérkezett a Bézé innen kis szénásra, már bent állt mellette a Mezőtúri, ugye átszállt a másik vonatra, a Mezőtúron átszállt a pesti gyorsvonatra, és így járt föl. Tehát általában ilyen havonta egyszer-kétszer, mikor ezt az utat megtette, akkor utazott ezzel a kondorosi vicinálissal, de azt azért ő is mondta, hogy azért nem egyszer egyedüli utas volt. És itt a másik váltókezelő őrhely. És ahogy látjátok, az itt is volt némi felújítást, itt kapott egy új lámpát, meg a nyílászárót itt is kicserélték mindenhol. De nem vagyok benne biztos, hogy itt véglegesen megszűnt a szolgálat. Lehet, hogy csak állandóan nincsen. A régebben forgalmi szolgálat állandóan volt. És ott van még a régi kurdis telefon. És ezt még használták is. Aha, meg a Bizbel. De ott mondom, a váltókezelők már korábban sem voltak állandóan még. Amikor még üzemelt a kondorosi vonal, akkor se, hanem egy váltókezelő volt, és biciklivel közlekedett a két torony között. És ez már a gondorosi vonal. Ezt ugye 2009-ben bezárták, de akkor is rossz állapotban volt. Engedélyezve sebesség 40 volt, viszont nagyon sok helyen volt 20-as lassú jár rajta. A talfák rossz állapota miatt kellett kitenni.
gyakorlatilag azt hiszem a 6 km hosszú vonalon kb. 3 km-nyi szakaszon már 20-as lassújá volt. A menetidő 10 perc volt 6 km-re. De ez volt a fő probléma, mert azért ez még, hát ha nem is vállalható, de azért 10 perc az nem olyan sok 6 km-re, hanem az volt ott a fő probléma. Tehát inkább az volt, hogy nem volt utas, mert ugye akkor Kondoros az egy kb. 5000 fős település, és a fő útirány az nem Kisszénás volt, hanem ugye Békésebben vagy Szarvas, ahova busszal közúton sokkal gyorsabban lehetett eljutni, mint errefele kerülve vonattal. Ja, most azért állok a Vágánytengerben, mert innen már biztos nem fog vonat jönni, mert ez a vonal ez fizikailag is ki van zárva a forgalomból, sőt járhatatlan is. Tehát mondom, annyi történt, hogy minimális javítást végeztek rajta egy 2017-ben, hogy a 33-as szelvénynél létesült nyílt vonali kirakónál lehessen a teherforgalmat bonyolítani. Tehát addig a kőszállító vonatok bementek általában csörgővel, vagy pedig a magánvasúti mozdonyokkal. És ott helyben kirakták a köveket, teherautók vitték az építkezésre, és utána jött vissza a vonat. De továbbra is gondolos, hogy járhatatlan volt. Érzékelesem egy kicsit, hogy mennyire néptelen már ez a környék. Tehát ott van egy ház, ott van még egy, itt egy darabig semmi, és ott a távolban van még egy, meg szerintem mögötte még egy pár. És még a túloldalt van, meg itt a földút mentél, ahol bejöttem, körülbelül négyet láttam. Azok közül egy biztos nem lakott, mert már félig össze van dőlve. Tehát ez körülbelül 20 ember lakhat ennyi helyen, és ez mind Kisszénás. És ami még érdekesség, hogy a világítást is kicserélték energiatakarékos ledesre. Aztán megkeresem a régebbi képeimet, még 2017-ben jártam itt. Szerintem utoljára, és akkor még ezek nem voltak. Még érdekesség volt innen, hogy itt kisiklott egy teherkocsi, és az még éveken keresztül itt maradt, de úgy látom, azt már elvitték, mert nem látom sehol. Az innen búcsúzok, és még tovább is lehet menni a kondorosi vicinális irányába, de nem éri meg. Sokkal szarabb az út arrafele. Eddig ezen legalább tudom, hogy be lehet jönni. Tehát ha befele működik, akkor kifele is fog. És hát látjátok, itt van közben az állomás, de ennyi, hát akkor az ennyi lett volna, megmutattam Kisszénást is. Hát úgy lehet, hát, hogy a szolgálat, vagy legalábbis az állandó szolgálat már megszűnt, de szerintem van itt még, csak ugye nem. Szóval azt nem tudom, ennek majd utána fogok nézni pontosan, hogy végleg megszűnt a szolgálat, vagy csak időszakosan van. Mert még néhány évvel ezelőtt is mondom, itt állandóan volt forgalmi szolgálat legalábbis, meg váltókezelő is. De hát úgy látszik, most per pillanat egyik sincsen. Vagy lehet, hogy csak hétvégén nincsen, hétköznapon. És egyébként van itt egy tábla, hogy már ZRT üzemi terület, parkolásra saját felelősségre. Hát akkor az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Találkozunk legközelebb a következő videóba. Sziasztok!